Szervusztok, fiúk, lányok! Na, Hearthstone Challenge következik, mégpedig az Undead Challenge, tehát egy olyan paklit rakok össze, amelyben élő holt vagy élő holtat ábrázoló kártyák vannak, annyi kitétellel, hogy lehet olyan kártyalap, ami valami élettelen dolgot, tehát valami mechanikus dolgot ábrázol, mondjuk a katapultot, vagy valami hasonlót, mert nincsen annyi undead kártya, ha jól tudom. Na, hát akkor melyik legyen választani kívánt pakli? Azt tudom, hogy a Warlocknál, illetve a Warriornál van viszonylag sok olyan lap, ahol élőholt van, illetve talán a, nem, a Rugónál. Azt hiszem az Eviszkerét miatt. De hát mivel a Warlockot amúgy is szeretem, ezért már adjon a Warlock, én a mondó vagyok. Na, nézzük csak ezeket az ominózus kártyalapocskákat. Ó, Corruption, rögtön kettő, tökéletes. Hát a démonok az ugye nem játszanak. Ellenben, hát ő itt nekem eléggé undeadnek tűnik, vagy valami, vagy talán ork. Hát az agyarai miatt még lehet ork. De olyan nagyon oszlásnak indult. Jó, hát őt elrakjuk későbbre, viszont a Shadow volt az egyértelműen undead, bárhonnan is nézem. Illetve a Shadow Flame is olyan undeadnek tűnik, bár lehet, hogy ez egy normál emberke, bár nem tudom, tehát évvel a fizimiskával szerintem beválogatom, jól jön az még. Hát a Bane of Doom, ezek itt nagyon undeadnek tűnnek nekem, úgyhogy az is jöhet. Illetve, hát itt a Siphon Soul, tehát ez szerintem egy undead. Ő pedig lassan az lesz, tehát szerintem a Siphon Soul-t is így megengedhetjük. Hát az Infernálnál, hát itt ő szegénynek itt átdöfi egy lándzsa a melkasát, de alapvetően nem látok undeadet. Ugyanakkor Twisting Netherön már topzódnak az undeadek, úgyhogy az is jöhet. Jó, és akkor most jöhetnek a lények, illetve a neutrális kártyalapok. Hát itt azért lesznek undeadek bőszen. Na, például a kokáért leprás gnóm. Undertaker, az is jöhet, és akkor milyen jó kombó lesz így a leprás gnóm Undertaker. Akkor, zombi csao, hát itt muszáj beletennünk. Akkor Blood Mage Talnos, a legendás undead kártyalap. Hát az Ancient Watcher-t azt szerintem eltehetjük később, mivel ez egy baromi nagy szobor, csak hát megelevenedik, hogyha jól jön ki a lépés, viszont a Crazed Alchemist az jöhet. Abból csak egy van. Hát ha nagyon kell, csinálok még egyet, de nem akarom erre. Mad Scientist. Hát, ő jöhetne, de gyakorlatban nincsen titok kártyalap, úgyhogy inkább csak a legvégső esetben. Illetve a Mana Wrath az egy szellem, tehát ő is jöhetne. Hát egyet berakok, aztán meglátjuk. Na, a Nerubian. Tehát a Nerubian azok, hát... feltámasztott Nerubian katonákból is állnak, tehát ő is esetleg játszhat. Szerintem ő belefér, tehát így lore szempontjából hiába egy nagy pókszörny, de ezek közül van csomó undead is. Hát a Nerubian tojás, hát ez egy élettelen dolog. Hát legalábbis van benne valaki vagy valami. Viszont az Unstable Goal és az a Wild Pyromancer azok jöhetnek. Akkor, hát a Demolisher csak akkor, hogyha, illetve a Dancing Sword, hogyha minden kötél szakad. Nézzük csak. Egyelőre elég jó undead paklinak ígérkezik. Talán a Shadow Flame az nem él, tehát lehet, hogy ezt lecserélem. Ugyanakkor a Siphon Soul-t azt meghagynám, vagy lehet, hogy egy Twisting Nether-t kirakok. Ó, a Ghoul, az jöhet. Ja, a Magma Rager. Hogyan kell Magma Rage-el játszani, az nem tudom, megvan-e nektek az a videó. De mindegy, az egy külön történet. Shade of Naxxramas. Na! Őt nem tudom. Tehát igazság szerint ez egy szellem. És hát a szellem az egy halott dolog, ami megelevelenett, tehát akkor ő is jöhet. Na, és akkor innentől kezdve nézzük meg, hogy milyen undead. Ó, Stone Skin Gargoyle. Jó, hát akkor elkezdem kidobálni azokat a... jaj. Azokat a lapokat, amiből duplicitás van. Itt szép sorban. És akkor beveszek helyére mindegyikből egyet. Ami még jön. Baron Rivendér.
Abból kell. Jó, hát akkor egy zombi csaut ezt eldobok. Úgyse nagyon játszik. És egy darab... hát nem is tudom. Neru Barvelblor? Hát, lehet, hogy még zombi csó az még jöhet. Sok az undead, sok az undead. Eldobok egy Twisting Nethert, és akkor hozok egy Cult Mastert. Na, még kíváncsi vagyok, hogy mennyi undead van. Abomination, Wailing Soul. Hát gyerekek, itt akkora választék van Naxos kártyák miatt. Jó, azért a Corruption-t azt megőrzöm. Szerintem akkor a szellemeket is így... A Manavret az szerintem kiesik. Hát a Silence az most annyira nem kell nekem. De viszont még egy Abomination az annál inkább, a Taunt miatt. Ó, Feugen és Stalag. Na igen, őket is jó lenne valahogy bepréselni. Szerintem egy Ghoul helyett és egy... hát... Egy Bane of Doom helyett bepasszírozom őket is a pakliba. És Sludge Belcher. Na abból is kell meg egy Spiteful Smith, meg a Spectral Knight. Hát ő is, hát egy Death Knight, de hát az is egy halállovag, tehát őt is valahogy be kéne tenni. Hajjaj, hajjaj. Jó, egy Corruption helyett beteszek egy ilyet, egy Unstable Goal helyett egy Spectral Knight-ot, és egy White Pyromancer helyett egy Spiteful Smith, bár igaz nem használok fegyvert, de hát undead, undead. És hát így látjátok, elég durván össze lehet hozni Warlockkal egy undead paklit. Max, na és a Black Knight, na ő neki még helyet kell valahogy szorítanom. Csak kimenjen ki. Ez itt a kérdés. Egy Siphon szól helyett. Ajaj. Nehéz, nehéz. Shield of Naxxramas. Nem kellenek a kis minionok azért. Jó, hát egy Shadow Bolt helyett egy Black Knight-ot. Be. Keltuzád! Őről a majdnem meg is feledkeztem. A legendásabb undead kártya. Hát akkor az Abomination helyett jön. Jó, hát akkor összeállt az undead pakli. És hát szokás szerint a kihívás az, hogy ezzel tudok egyáltalán nyerni játékot. Tehát én meglepődnék, ha ezzel lehetne nyerni. Tehát ilyen ez a kártyajáték. Totálisan a leosztáson és a szerencsén múlik nagyon sok minden. Illetve... a pakli összeállításon, de még akárhogy is összerak az ember egy profi paklit, még azzal is ki lehet kapni, akár csak a legbénább vaszakabb paklival nyerni, hogyha arról van szó. Na hát akkor undead pakli, egy warlock és egy priest párharca következik, és rögtön egy undertakerrel kezdek a kezemben. Na, ez jó. Ezt a két kártyát viszont lecserélem. Oho, ho, 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 ho. Na, Undertaker és Blood Mage Tolnos. Ez még jól is elsülhet. Viszont félek, hogyha így az elején lerakom, az tuti leüti, úgyhogy egyelőre várok még az Undertakerrel, amíg legalább négy. Hát mennyi? Akkor az három Death Rattle Minion-t kellene kiraknom. Jó, viszont a Wild Pyromancer-t azt kirakom. Jó lesz arra, hogy így a Shadow World Pain-eket és a Smite-okat így elnyelje. Feltéve, hogy van nála ilyen kártyalapocska. Hát valami lesz. Annyi már bizonyos. Toad Steel. Na, most nézni fog, hogy milyen lapokat húztam el, Jézusom. Remélem, hogy a legendás lapokból húzott, mert... Jó, ez a kombó akkor így kimegy. Erről van szó, rögtön egy kis zergeléssel indítunk. És hát három manáért most nagyon nem fog tudni még itt ugrálni, főleg úgy, hogy az érményét is előtte. Úgyhogy még az ötödik körig biztonságban vagyok. Még két köröm van arra, hogy így felépítsem a kis hadseregemet. Shadowward Pain, igen. Jó, nem baj, egy Shadow Word Pain az elment. Jó, én pedig kirakom
Stone Skin Gargoyle-t. És az élő halottak serege masírozik előre. Vajon felkészült erre a pap? Nem tudom. Shade of, na ezt tőlem húzta el. Ide a rozsdás bökőt, hogy tőlem húzta el. Nem baj, nem baj, itt az Abomination. És akkor még ha az meg is pusztul, egyedül Bloodmage Tolnos veszik oda. Az meg jó, mert húz nekem egy plusz lapot. Ja, és az abóra nem hatnak a Shadow World mágiák, úgyhogy csak és kizárólag most azzal tud nyerni, hogyha van nála egy Holinova. De tehát nyerni, na, tehát azzal rendezheti le itt a játékteremet. Viszont akkor a Holinováját is megszabadultunk. Hát ja, a Holinova segíthet rajta. Mert ugye akkor elintézi az összes lenlévő lapomat, és a maradékot pedig az Abominationnek az AOE-ja intézi el. Na, ezt is tőlem húzta. Mire készülhet vajon? Hát... nem tudni. De nem várom meg. Bloodmage Talnos előre. És egy Shadow Flame. Muhahaha. Jó. Egyelőre jól állunk. Viszont hova tartogatja ezt a shade-et? Jó, hát a következő körben, ha... tehát ha nincs nála most Holinova, akkor beszopta. Viszont az azt jelenti, hogy működött a paklim. Jó, mondjuk be is már, azért van Holinova. Ahogy nézem, ezt top deckelte az utolsó körben. Au. Au. Jó. Legyél boldog vele, nyasgem. Jó, nem baj. Azért még húzok lapokat. Ó, egy Weblord. Nerubar. Ezt ugye beszéltük, hogy undeadnek vesszük. Meg vannak rajta ilyen kis fáslik, úgyhogy olyan, mintha egy mumifikálódott pók lenne. Meg ott nem tudom, ott a kezénél, mintha így a hús kilógna, szóval szerintem abszolút elmegy Undeadnek, meg hát Naxos kártya, tehát Naxban meg csak élő halottak vannak. Tök jó ez a Naxos patch, hogy itt bejött, mert már előtte is gondolkodtam, hogy kellene egy Undead pakli, de most így ez tökéletesen megvalósult. Ho-ho-ho-ho! Mik jönnek itt? Sorba. Na, egy kis heal. Pluszba kirakom akkor a Weblordot is. Jöjjenek az élő holtak. Hát sajnos nincs fegyver a kezemben. De... egyébként ezt nem is értem, tehát vannak ilyen kártya típusok a játékban, hogy Beast, Démon, akkor Sárkány, de be lehetne még itt kategorizálni egy-kettőt, például Human, akkor Undead, akkor tehát az összes többit így be lehetne tagozni, és akár egy kártyának több ilyen tagjai, vagy tagje is lehetne. Tehát, mit tudom én, ez egy Beast és Undead, és akkor így tök jó kombinációkat lehetne tolni így a különböző kártyákkal. Na, mi folyik itt gyöngyösen? Na, nem baj. És jól felhílelte magát, szómi szó. Jó, kirakom Stalagot. Stalag. Jó, ő is kimegy. Ez még a következő körbe segíthet is nekem. Egyet beleütök a kis papnőbe, és utána Bane of Doom-mal idézek magamnak egy démont. Jó, hát az nem Undead lesz, de ennyi szerintem még hiba határom van. Belefér. Na, mit lépsz? Lássuk, 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 lássuk. Ned Stark. Todd Steel. Na, talán most behúzott egy jó kis Twisted Nutter-t.
Bár mondjuk azt nem tudja előni már. Remélem faugjent. És a saját lapjaimat veti be ellenem. Ez pofátlanság. Ez pofátlanság. Mindenféle szinten. Baron Rivendér. Vagy Rivendár. Vagy Der. Rivendér. Jó, hát őt beáldozzuk. Ami 8 manáért. Most a saját lapom szivat meg. Jó, hát beáldozzuk. Ez akkor ugye most kétszer fog AOE-zni. Lehívom az egyik démonomat. Jó, egy Void Walker. Nagyszerű. Hát még húzok egy lapot. Óhó! Kár, hogy a következő körbe szerintem minden lényemet megöl. Na nem baj. És nem rakom ki az Unstable Gold, mert még így beszivat azzal, hogy aj, egy Holy Nova, na tessék. Volt nála még egy, de ahogy láttam, ezt is, mintha most húzta volna föl. Csinálj belőle Tauntot. Dark Cultist, ez nem jó. És tovább gyógyítja magát. Megőrülsz. Jó, húzok egy lapot. Baron Rivendér. Jó. Őt kirakom, és... végezek. Véget veszetek a körömnek. Azért jól indítottam, de most kíváncsi vagyok, hogy... jaj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 
sora az élő hortak seregeinek, de ezt a lapot is tőlem húzta el, egyszerűen nem hiszem el, hogy hogy képes. Szánalmas kis papjáték. Mind games, meg egyebek. Vajon ezt kitől húztad el? Na, egy shade. Ennek legalább van értelme, volt értelme. Bár... Jó. Ez négyet sebez, ezzel gyakorlatilag mindenét ki tudom nyifantani. Hát muszáj leszek. Jó, hát Rivendare az felerősödik, de ez még szerintem kicsi ára ahhoz, hogy megnyerjük. Jézusom! Full HP-ra került a szerencsétlen. Jó, Shade of Naxxramas és Barrel Rivendare jó kombó lesz, és hogyha Kel'Thuzadot kibírom melléjük tenni, akkor még működhet is. Na, ez mindig rosszul kezdődik. Jaj, ne, nem mondod. Inner Fire. Mind Blast. Jaj, ne csináld már! Még le is másolja. Oh! A saját kártyáimmal nyerte meg az egészet. Jellemző. Na jó, ezt nem hagyom annyiban. Még egy mérkőzést. Szerintem ebbe a pakliba több van ennél. Három mérkőzésből, ha egyet se nyerek, akkor buktam a challenge-et, de ha legalább egyet megnyerek ezzel az Undead paklival, akkor működőképes. Greenfire. Jó. Ez csere. Oké, és oké. Na, ez így még egész tűrhetőnek néz ki. Első leosztásra. És hogyha most, tehát ha egyet nyerek,
kazsuálba, akkor átmegyek a ranked, vagy hát a rangsorolt mérkőzésre. És hogyha akkor is nyerek, akkor jóló van. Na, erre most nem tudok még mit lépni sajnos. Na nézd már a farkas koma. Szerintem megérett az idő egy Shadow Boltra. Remélem több tauntja nincs most hirtelen kézben, mert akkor nem tudok tovább gyarapodni. Na nézzük. Shattered Sun Cleric. Na, ez megint nem jó. Haj, haj, haj. Most mit évő legyek? Szerintem kirakok egy Undertaker-t és megcserélem a támadó védőértékeit. Hát, majdnem jó. A fene se tudja. Így egy picivel kevesebbet sérülök legalább. Knife Juggler, ajjaj. Van a OEM? Ja, a Twisting Nether, de az meg kevés. A izé kellene még. Most, hogy a kezembe maradjon. Á, de nem, nem tudom. Na, egy Nerubar Weblordot viszont mindenképp ki kell raknom. Ne legyen több Battle Cry, mert sírva fakadok. Fornerub. Jó, és húzok egy lapot. Bloodmage Talnos. Hát most elég csúnyán kapni fogok a fejemre sajna. Aha. És rakosgatja ki az egymanás kártyáit. Abusive Surgeon. Na, legalább ez három manába került neki. Jó, és akkor most jön a büntetés. Nincs AOM, nincs AOM, segítség, 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 segítség! Ajjaj. Hát, itt csúnya dolgok lesznek. Jó, hát ezt megnyerte. Igen, igen. Ó, de ez már. Aj, nem sikerült. Nem tudom, így néha sokszor így próbálok előbb kilépni, és hagyja, hogy végigvigye. Tehát valószínűleg már előbb bevitte a mozdulatsorokat, csak később ért át hozzám a jel. Na még egyet! Nehogy már ne legyen életképes az Undead Pakli. Ez mondjuk vicces, tehát az Undead életképes. Á, mindegy. Akkor is megcsinálom. Warlock ellen kellett volna benne, de megint egy pap. Xrap. Jó, ezeket csere. Na, na! Ez így már jó kezdésnek. Még egy Undertaker kéne hozzá. Na, kezdjük a táncot. Valószínűleg van nála egy smite. Nem, helyette... Acidic Swampooze. Jó. Így is lehet. Jó, ezt leütjük. Nem kell oda a trutymó. Na most valószínűleg kihíleli magát, de semmi gond, mert a következő körben jön a húsevő zombi. Ah, Shadow World Pain. Na és előkerült a Corruption. Ó, jöhet a húsevő zombi.
ettől is meg kell szabadulni, ha jót akar magának. Aha. Jó, elment a második Shadow World Pain. Miért ne legyen egyből kettő így a kezdő kezében? Alap. Jó, jött egy Nerubar Weblord, köszöntöm szépen. Na, ezeket már nem fogja tudni letakarítani. Az Hodziher. Ha még a gnómot le is üti, Shadow of Madness. Mondom, a gnómot leüti, de mást nem kap meg. Az garantált. Szerintem Feugennek itt elérkezett az ideje. Elég csúnyán néz ki, még ott a bordái is kilógnak szerencsétlennek. Na, a rohadt dingója. Nem baj. Na, ez már nagyobb baj. Jó, szerintem... Corruptionnel... Hát... Ja. Húzok egy lapot. Itt van Stalag bácsi. Aha. Jó, kirakok egy shade-et. És ezt pedig korrumpálom. Jól van. Vár az édes enyészet. Jó, most valószínűleg megpróbál majd annyi kárt okozni, amennyit csak tud. Még egy Holinovát nekik. Mondom, egyszerűen látom a jövőt. Ez van. Ohó, ohó. Júj, mi lesz itt? Jó, azért húzok egy lapot. Biztonság kedvéért. Na, és ha most lenne nálam egy mana kristály. Na de, kezdjük el. Feugen és Stalag a csatamezőn. Jaj, de szép. Jaj, de szép. És még kirakom mellé Kel'Thuzadot. Ez nem tudja, mire vállalkozott. Jó, ezt ne öld meg. Ezt ne öld meg, kérlek, könyörgöm, ne öld meg! Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Engedelmeskedjetek Kel'Thuzad parancsának, jó. Most már megölheted. És ráadásul, ha meghal, és ott van Kel'Thuzad, akkor fel fog támadni. És akkor folyamatban idézem magamnak majd a lényeket. Jaj, de szép lesz, Istenem! Nagyon jó. Na most jön, ami még nem volt. Először is ezt itt. Köszöntöm szépen. Ezt is. És... Köszöntsétek Thaddeust a csatamezőn! Hú, és ami a legdurvább... Hogy a következő körben visszajön Feugen teljes HP-n. És ha megint megölöm, már pedig meg fogom ölni egy Shadow Flame-mel, akkor ott kőkövön nem marad. Jó? Igen? Aj. Ajaj. És ez milyen kombó már, Jézus Isten! Nagyon durva! Na, akkor egy szép befejezés így az Unlet paklinak, bár még nem nyertem meg a játékot, de... Hú, és visszatért Thaddeus! Na és most figyeljetek! Kel'Thuzad! Két Thaddeus! Jó. És... Visszatért Feugen. Jaj. Hát ez így több mint esélytelen.
Na, és az ilyen pillanatokért jó ez a játék, komolyan. Tehát szívja az ember, mint a torkos borz, és a végén meg lehet nyerni ilyenekkel egy játékot, és ezért megéri az egész. Na, valahogy. Valahogy meg kellene ölni. Jó. De, aj, kár érte. Na mindegy, whatever. Akkor küldetés teljesítve, Undead kihívás, szerintem egy nagyon szép látványos módon azért teljesítve van, és köszönöm szépen a figyelmet, remélem azért jól szórakoztatok, és akkor legközelebb majd egy újabb kihívással állok elétek. Addig is, legyetek jók, sziasztok!